Sziasztok emberek, én Pink Horizon vagyok, és a mai videóban nézünk képeket, amikről el kell döntenünk, hogy ez photoshopolt kép, vagy nem photoshopolt kép, tehát igazi-e. Nézzük! Start! Van egy néni, aki repül és fotózik valamit. És ott van fent egy random hajó. Most végül is mi lehetne ez photoshop? Hát nyilván azért, mert ott repül vagy néni, és ott van fent a hajó, de azon kívül... Szerintem, nem tudom, ez szerintem photoshop, mivel... Ja, ez photoshop. Ez ennyi. Tehát jó volt az indoklás is, minden oké. Na, a mennyasszony sétál a vízben, és ennyi. Miért sétálna egy mennyasszony a vízben? Szerintem kamu. Igazi! Bocsát, vagy én még nem láttam egy esküvőt, ami a víz alatt történne, vagy valami hasonló dolgok. Lehet az én hibám. Na! Ez photoshop. Valaki a földről készített az ágakról, és mind egyértelműen látszik, hogy tükröződve van minden oldalról. Ennyi. Not real. Nailed it! Hát ez igazi. Ezt meg lehet csinálni. Le van fagyva minden, ez igazi. Hát, könyörgöm. Na, azt ez mi a pöcsöm? Mi ez? Lóg valahonnan egy csávó, de honnan? Mi az ott? Széfek? Photoshop. Real. Azt sem tudom, mi volt az amúgy. Édes. Na, ez egy rohadt szép kép. Naplemente. Tenger, vagy mi az ott, óceán, nem tudom mi, és egy lépcső, vagy létre. Simán, szerintem igazi, hát simán lehet ilyen képeket készíteni egy jó kamerával, igazi. Hogy ne lenne igazi? Férfi bácsi ül a szikla szélén, és egy fejlámpával világít előre. Ah, ez szerintem nagyon kamu szaga van, ilyen szép csillagok, hát ez szerintem photoshop. Szóval a csillagok oda a háttérbe be vannak egyrészt vágva. Ja, ez szerintem photoshop. Igazi! What the fuck? Onnan gondoltam, hogy kamu, hogy túl szívek voltak a csillagok a háttérbe. Na. Ez most megmondom, hogy kamu, mivel... 2, 4, 6, 8, 9 lufi nem repíti fel egy embert. Mondtam. Ez azért mondom, hogy igazi. Mivel ezt úgy csinálta meg a készítő. Hogy így beültette oda az emberkét, nem mozdulhatott meg, és lefestette azt, ami mögötte van. Tehát ez igazi. Ráfestette a háttérre a hátára a hátteret. Így tökéletes. De aranyos. Ez igazi. Ott van egy cső, gondolom én, egy cső van ott, amire csak rátette a mancsait. Ez igazi. És aranyos. Na. Hát megfújja a haját a szél. Fontos. Ez nagyon szép kép, csak... Ez nem lehet igazi. Itt is már félig naplemente van. Csávó szaltózik, ez egy jól elkapott kép. Photoshop! Ez megint micsoda? Megint mi az anyám ez? Ez egy tengerpart, és... Szépen... Nem tudom mi ez. A homokba bele van vésve egy ilyen szarril. Ennyi. A teknős bá... Teknős ugrik fel, hogy elkapja szájjal a frisbee-t. A teknős miért ugrana fel, hogy elkapja szájjal egy frisbee-t? Tehát könyörgöm. Úristen. Ha ez a kép igazi, akkor lenyűgöző. De ha nem, akkor is amúgy, mert végül is rohadt szép kép. De miért lehetne ez kamu? Ilyen képet simán lehet készíteni. Víz. Ez szerintem igazi. Ennyi. Jézusom. Ilyen képet csinálni. Azt. Ez egy autó, milyen meglepő, egy autó, és igazi. Photoshop, de mi volt ezen Photoshop? Mi a szar? Miért kapja be a halat? Hala, Photoshop? Gondoltam, hogy nem igazi. Na, Michael Jackson. Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Egy döntött fán full egyenesen áll a csávó. Szerintem igazi. Ennyi. Hát... Na, ez két teve egymás mellett, és lábak stimmelnek. Ez szerintem igazi. Hát minden stimmelt. Na, az mi a... Hát ez most megmondom, hogy Photoshop. Feje lefele van minden. De miért, mik ezek az egyszerű képek? Hát ez meg fix Photoshop szerintem. Ez meg túl szép, tehát hogy így... Túlságosan ilyen mesebeli ez a motor, meg ez a karakter. Ennyi. Itt meg fogta a csávó, felugrott a hálózsákkal, és igazi. Ez szerintem fix Photoshop, mivel itt is túl meseszerű a háttér. Leginkább a háttérrel van itt bajom.
Na ez szerintem kamu, mivel nincs olyan hülye ember, aki a fagyos tóba így beleugrana. Kamu volt, vagy nem volt kamu? Kam. Mi? Igazi kép volt? Túlélte az az ember, aki beugrott oda? Nem van emberek, hát igazából ennyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-et eltaláltunk, és csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-at rontottunk el. Egy tapsot szerintem megérdemlek, meg egy lájkot is, meg egy feliratkozást is. Na jó emberek, ennyi lett volna ez a videó, ezt igazából te csak egy nézőm ajánlotta, hogy csekkoljam le és esetleg csináljuk belőle egy videót, és én megcsináltam. Ha tetszett, akkor azt mindenképpen jelzétek egy lájkkal, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Én Pink Horizon voltam, sziasztok!